Sziasztok, és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy hol videó. Nem most volt utoljára, viszont vásárolgattam itt, meg ott, meg amott, nem egyszerre, külön-külön. Úgyhogy ezeket a szerzeményemet szeretném nektek bemutatni. Az egyik fele biztos, hogy még kapható, a másik fele meg lehet, hogy már nem biztos, de hasonlókat biztos, hogy találni fogtok most, hogy leárazások vannak, és még január végig biztos, hogy tartani fognak, úgyhogy ha kíváncsi vagy rájuk, akkor ne kattintsatok sehova. Ahogy említettem, nem egyszerre vettem ezeket a dolgokat, az egyik felét leárazásokkor vettem most nemrég, a másik felét meg ilyen random, amikor úgy esett, viszont most gyűjt össze annyi, hogy egy teljes videót tudjak belőle csinálni, és mindegyiket majd meg fogom ide stylingolni nektek a képernyő valamelyik részére. Viszont kezdjük az uncsival és az egyszerűvel, és haladjunk a különleges felé. Az egyik, amit vásároltam, az ez a cicás fővédő, ezt egy kínaiban vásároltam, szerintem több kínaiban is lehet majd kapni, én a Plaza kínaiában vettem. Egy kis cuki cica füles, és baromira meleg, tök jól védi a fülemet, amikor ilyen marha hideg volt, most nem tudom, pár héttel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon jól jött. Én utálom a sapkát. Utálom, gombóc fejem van. Alig találok olyan sapkát, ami nem kalap, mert az meg nem elég meleg, és jól állna rajtam, úgyhogy inkább vettem egy ilyen fülvédőt, és amikor megláttam, hogy cica füles, akkor egyből a macsom jutott eszembe, aki itt fekszik mellettem, mert most így pontosan ugyanolyanok vagyunk. Annyira puha és meleg és vastag, hogyha felveszem, akkor nagyon szűri a zajt, mert ha mellettem jössz és beszélsz, a felét nem fogom hallani. Szóval legalább erre tök jó. Unalmas termék numero uno. Elmentem a Sinsébe, mert hogy szerettem volna olcsón ilyen itthonra használatos dolgokat venni, és az első ilyen dolgom volt egy cicinadrág vásárlása. Tavaly vettem egyet a Sinsébe, csak nem tudom miért, de levágtam, és térnadrág lett belőle. És szeretem volna egy hosszú cicinadrágot, abból az okból, hogy itthonra jó lesz, aleöltözetnek jó lesz, itthon edzeni jó lesz. Ilyen mindenes. Tavaly M-eset vettem, és az jó volt, de egy picit bő. Ezért úgy voltam vele, hogy veszek egy S-eset, ami a combomban se jött föl. Úgyhogy vettem egy M-eset, de már nem mentem visszapróbálni, mert olyan mocsok sokan voltak, viszont hazajöttem, levágtam a címkét, és felvettem, és szűk. Szűk. Rám az M-es cicanadrág. 50 kiló vagyok. Én biztos nem hisztam tavaly óta annyit, de hogy a színszének a méretezés az el van baltázó, az is biztos. Pedig ez egy sima, egyszerű, semmit mondó, szürke, hosszú cicanadrág. És itt rugalmas amúgy. Tehát maga az anyag is tök jó rugalmas, de itt a derekán, ahol van a gumi, meg így a combomnál, olyan szűk, ülök itthon a cicanadrágba, és érzem, hogy itt szorítja a, nem tudom, a beleimet kvázi. Úgyhogy oké, csak egy ezres volt, el fogom tudni használni, most már úgyis edzeni járok, meg mi egymás, de hogy én itthon egy fél óráig tisztára keseregtem, hogy mondom, most éhíztam, vagy a cég át csináltam méretezés, hogy most mi a búbán ott van, hogy a Sinsében össze-vissza vannak termékeim, tehát az XS-estől, az L-esig, nekem minden van, és mindegyik jó rám. És akkor dönts el az ember, hogy akkor most, hogyha online kéne rendelnie onnan, akkor mit rendeljen, úgyhogy ezt nagyon bánom, meg azt is, hogy nem hogy kivágtam a címkét, előtt felpróbáltam volna, de mindegy, ezért folyunk, most ezen nem izélünk. Unalmas termék numero dos. Ugyanezzel a gondolatmenettel vettem mackónadrágot, kettőt is. A gondolat a következő. Amikor itthon vagyok, akkor oké, persze, kinyúlt szarpólók, meg ilyen rongyos cuccok, itthon vagyok, nem látja senki, kit érdekel. Viszont, amikor belenézek a tükörbe egy-egy munkaszünet közt, akkor ilyen tök lelakottnak nézek ki, és ez engem nem inspirál arra, hogy csináljam a dolgaimat. Engem jó érzéssel tölt el, hogyha jól nézek ki, még akkor is, hogyha ez egy szürke mackó nadrág, meg egy szürke pulóver, de legalább úgy egybe vagyok. Viszont ezek az egybe itthoni ruhák, ha bár mindenhol kaphatóak, mindenhol mocsok drágek, úgyhogy bementem a Sinsébe, hogy vásároljak, és vettem kettő darab mackó nadrágot. Az egyiket ebben a középszürkében, a másikat pedig egy világos fehér szürkében. Szintén M-es, igen, mind a kettő.
Ami vicces, mert ugyanez a New Yorkeres a 36-os SSU rán, mindegy szintén, ebben nem megyek bele. Nagyon kényelmes, nagyon puha, ilyen pamut, egyszerű, tényleg egyszerű. Volt vagy 1700 forint darabja, tehát nem várok tőle csodákat. Van neki zsebe, az alján a lába ilyen húzott, tényleg ilyen tök jó. Ocsó pénz, pici pénzért, pici nadrág. Az egyetlen probléma vele, ami miatt a New Yorkeres jobban tetszik, csak hogy az 4000 forint, az az. Eleje. Mert hogy ha van rajtam valami hosszabb felső, vagy pulcsi, vagy izé, nem látszik, hogy elől olyan, mintha seggem lenne. Ami engem azért zavar, mert hát vannak olyan napok, amikor csak legelugranom a kis Tesco-ba, és akkor felveszek rá egy bakancsot, azt hello, vagy lemegyek edzeni, és így hello. Viszont, hogyha már ilyen tavaszias idő lesz, hogy fel tudom venni ilyen utcai viseletként, ilyen tudjátok, ilyen laza, streetwear, meg mit tudom én, elől úgy néz ki, mintha pelenkázott seggem lenne. Annyira rosszul budja elől a rész, hogy az valami, nem tudom, botrány. És hogyha nem hosszú felső van rajtam, akkor olyan hülyén néz ki. És én értem, hogy van, aki mondjuk letekeri a dereket, meg mit tudom én, de úgy se jó. Úgyhogy ez marad ilyen itthoninak. Én nem szeretnék 6-8 ezer forintért venni olyan mackó nadrágot, ami itthonra használható. Szóval arra tökéletes, amire vettem, csak van olyan másik mackóm, amit hogyha felveszek egy vagány felsővel, meg egy bakancsol, akkor azt mondod rá, hogy streetwear. És akkor ilyen laza, mégis össze vagy pakolva, de mégis olyan menő, meg mit tudom én. Ez nem úgy néz ki az utcán, de itthonra tökéletes lesz. És akkor ráléphetünk az izgalmasabb termékekre. Jöjjön a H&M, ahonnan két terméket vásároltam. Az egyiket már láthattátok, ez a felső, ami egy nagyon-nagyon crop top, ilyen fekete, neonzöld-fehér, mint hogyha lenne fröcskölve, úgy néz ki. Annó ez nagyon-nagyon nagy divat volt, nekem is voltak ilyen cuccaim, anyám otthon sósabban, vagy mivel fröcskölte a cuccokat, hogy az úgy nézen ki. Vicces látni, hogy megint visszajön divatba. Nagy kedvencem, hogy a kezén van egy ilyen, tudjátok, a hüvelykujjadnak van kivágva hely, nagyon tetszik, nagyon szeretem, és ez egy XS-es. Tehát, hogy értitek, miért van problémám a színszéjjel most ilyen tekintetben. Ez egy XS-es, tökéletesen jó rám. A crop részénél felhívnám a figyelmet valamire. Én ezt úgy fogom használni, hogy alá veszek sportmelltartót, vagy bármi crop topot, vagy bráletet, vagy bármi olyan, ami nem szimpla melltartó. Mert hogy, ha felemeled a kezedet, akkor az följön a nyakadig, és bimbóig ki vagy, ezt kivédendő fogom én crop toppal hordani. Ezt én is ajánlom nektek. Ez a fajta fazon, a H&M-ben is megtalálható több színben, majd szeretnék még venni amúgy. Bershkában is láttam többféle színben, mintában, anyagban, tehát ez most nagyon divatos, hogyha pont ezt nem tudjátok kifogni, más színben és anyagban található máshol. Viszont valamit érdemes így alávenni. Plusz akinek nagyobb melle van, mint B, annak ez nem lesz jó. Mert pont úgy van vágva, hogy ez akkor mutat remekül, hogyha az embernek A, maximum B kosaras cicije van, és nincsen rajta melltartó, mert különben ilyen nagyon furán fog kinézni, vissza fog plöttyenni ez a mell alatti kivágás, akkor furán fog kinézni, úgyhogy sajnos ez nagyon mellű nőkön nem fog olyan jól mutatni, szerintem. Viszont hogyha valahogy aláöltözöl, mondjuk valami netz felsőt, vagy mit tudom én, akkor tök jól lehet stylingolni, de alapvetően ez úgy lett dizájnolva, hogy csak kis mellű nőknek, ami szomorú, hogyha neked kicsit nagyobb mellett van, mint mondjuk nekem, amit nem nehéz, mert nekem nincsen túl sok. De ez legalább jól áll rajtam. Másik termék pedig egy nadrág. Ahogy látjátok, nem télire vásároltam, mert hogy minden, ami ilyen téli, meg meleg cucc, nem tetszett semmi. Vagy túl volt árazva, vagy tök ronda volt, úgyhogy én már tavasz, nyár, őszre vásároltam, úgyhogy most téli cuccot nem találtam. Ez egy nadrág, szintén ez egy S-es méretű. Ilyenem már van lilában, egy picit más az anyaga neki, de nagyon-nagyon minimálisan más az anyaga.
Ez egy magas derekú és szépen ilyen harang aljú. Ez egy magas derekú nadrág, és alul pedig ilyen harang alakba bővül a szára, és tök jó hosszú. Nagyon megtetszettek ezek a nadrágok idén, mert marha jól állnak az én alakomon. Nem vagyok túl magas, átlag magas vagyok, tök jól hosszítja az alakomat. Az, hogy magas derekú, az nekem, az én alakomhoz nagyon-nagyon jól áll, és nagyon szeretem a crop felsőket, viszont nagyon rövid a felső, meg nagyon alacsony derekú, az olyan túl 2000-es évek Paris Hilton, ami annyira nem tetszik. Úgyhogy megoldásnak ezek tök jók. Nagyon vékony, ilyen lebegős anyaga van, szinte nem is érzed, hogy rajtad van, tehát tök jó mondjuk nyáresztéken, mikor már lehűl az idő, tavasszal, ősszel, fel lehet venni kicsit vastagabb dolgokkal is, ilyen laza pulcsival mondjuk tök jól néz ki átmeneti időben, pontosan ezért vettem. És nincsen narancsárga nadrágom, és ez tök jó lesz majd tényleg tavasztól őszig egészen végig, mert tudom is, hogy milyen termékekkel fogom hordani, mert van már egy jó pár olyan outfit ötlet a fejemben, amit majd szeretnék megvalósítani. És hát akkor térjünk rá a Bershkára, ahol a termékeim második felét vásároltam, mert hogy nagyon-nagyon jó leárazások voltak a Bershkában, és az üzletbe is most varázslatos módon behoztak egy csomó terméket, amit itt Szegeden nem lehetett kapni, csak online. Viszont én online rendeltem mindent, mert amikor akartam, akkor meg pont nem voltak itt ezek a termékek. És egy kivételével mindegyik töké, és az utolsó termékre majd szeretném kikenni a véleményeteket. Először is vásároltam egy nagyon vagesz övet, ami így néz ki. Ez egy nagyon vastag öv, hátul ilyen patenttal záródik, és látjátok, többféle patent sor van, tehát tudom válogatni, hogy mennyire legyen szorosabb, vagy nem. És mindenféle láncok lógnak rajta, meg karikák. Tudok hozzáadni láncot, hogyha akarok mondjuk a karikákról, vagy bármilyen kis csármat. Nagyon-nagyon vagány. Nekem most hatalmas nagy mániám a K-pop idol esztetik. Nagyon. Úgy érzem, ez az a stílus, amit én gyerekként szerettem volna. Én nagyon oda voltam a Hannah Montana stílusért, meg a Risa Fell, aki nézte az, a Disney-t, az tudja, miről beszélek, viszont főleg azok az outfitek, amik a stage, tehát ilyen előadás közben vannak, vagy amikor a zenevideókat veszik föl, ugyanaz, mint a Hannah Montana, csak egy sokkal felnőttebb és modernebb változatban, és nekem ez nagyon tetszik. És most próbálok olyan termékeket összevásárolgatni a ruhatáromba, ami nagyrészt inspirált. K-pop idolok, inspirált a dolog. A másik része meg nem, de mindegy. Ez az öv viszont engem nagyon-nagyon meginspirált, és régen nagyon-nagyon szerettem ezeket az öveket hordani, viszont az akkori alakomnak nem megfelelően hordtam, és nagyon hülyén néztem ki. Viszont most már tudom őket sztárlingolni. Szóval nagyon-nagyon sok ötletem van arra vonatkozólag, hogy egyszerű outfitet egy ilyen öv mennyire vagánnyá fog majd tudni tenni, és alig várom, hogy menjek valahova, és ezeket fel tudjam venni majd tavasz környékén. Következő dolog egy nadrág lesz, és két nadrágot vettem, az egyiket SS-ben, a másikat pedig MS méretben, és úgy vásároltam meg őket, hogy nagy szívbánatomra majd valamelyiket vissza kell, hogy küldjem, mert hogy S meg M, tehát két különböző méret, mert csak az egyik lesz jó, mindkettő jó lett. Mindkettő jó lett, és elmondom miért. Ez az MS nadrág, ez egy fekete, szintén nagyon laza anyagú, rugalmas és bővülő szárú. Ami az érdekes benne, hogy oldalt a csípőjénél ki van vágva. Ezt rendeltem nagyon méretben, mert az SS már kifogyott, és hála jöjjnek, hogy ezt MS-ben rendeltem, mert ez így is tökéletesen mutat rajtam. Egyáltalán nem érzem annyira nagynak. Kicsit talán hátul a derekamnál eláll, de ez nem lesz probléma. Mert hogy ahol itt oldalt a kivágások vannak, pont ott van rajtam egy kis felesleg. Na már most hagyd tisztázzam, mielőtt bárki hülyeséget kommentel. Nem vagyok kövér. Nem gondolom azt, hogy kövér vagyok, tehát nincsen semmi probléma. Viszont én az a fajta típusú nő vagyok, akinek a csípőjére, vagy kapaszkodójára, vagy ki minek hívja, ragudik a legtöbb. Tehát ha én hízok, az oda megy. És ez pedig pont ott van kivágva, és pont ott vannak ezek a kis bigyulák. És mivel egy picit nagyobb a nadrág, ezért nem az van, hogy így bele nyomódik, és akkor lesz egy ilyen kis hurkás effekt, hanem nagyon szépen pont olyan
Pont olyan, mintha tökéletes lenne a méret, és majd, hogyha azt le tudom egy kicsit dolgozni, és izmosabb leszek, nem pedig zsírosabb, akkor hátul a derekánál egy picit be fog tudni venni belőle, és akkor olyan, mintha SS méret lenne rajtam, és tökéletes lesz. Viszont annyira vagány ez a nadrág, majd a bugyit, hát majd látni fogjátok, miért meg kell válogatni, hogy miért veszek föl, alá, mert hogy a kivágás az pont olyan, hogy trükkös, viszont nagyon szexi, nagyon vagány, slankít, fekete nadrág, de mégis egy kis csavarral, és pont ezt tetszett nagyon benne. Másik ehhez nagyon hasonló lesz, ez egy ilyen krémszínű, így élőben egy kicsit homokszínűbb, talán kamerán is átjön, nem olyan fehér, mint mögöttem a fal. Ez egy kicsit sötétebb, de mégis neutrális anyat, és remélem látszik, hogy itt a derekán, szintén magas derekú, de itt a derekán, sőt, inkább egy kicsit oldalrább, ilyen karikás kivágás van benne, olyan, mint hogyha virág lenne, és van két ilyen kis zsinórja, amit a derekán, amit a derekamon szépen így át tudok kötni, ha akarok, meg össze-vissza tudom kötögetni, ez a lényeg, ha akarom, ha nem. Nagyon-nagyon rugalmas, őt már SS méretben rendeltem, és egyáltalán nem érzem szűknek, sőt, olyan jellegű anyaga van, amiben, hogyha jó bezabálsz, akkor is tök kényelmes, és ez nekem nagyon tetszik. És szintén bővül a zaja, egy nagyon laza anyagú nadrágról van szó, tök jó lesz majd átmeneti időben, és őt is már elképzeltem, hogy mi mindennel fogom hordani. Nincsen világos nadrágom. A legvilágosabb nadrágom egy pasztelsárga, de az egy kicsit régiesebb szabás, nem a legtökéletesebb, de még tudom stylingolni. Viszont ezek a szabású nadrágok, ezeket imádom, belép vagyok zúgva amúgy. Utolsó előtti termékünk egy felső. Ebben a sötét barna árnyalatban ez egy XS-es, és ez egy ilyen félvállas dolog, itt van a nyaka, itt ki van vágva, úgyis látjátok majd felvéve, és az egyik ujja hosszú. Én nem gondoltam volna, hogy ennek ennyire jó minőségi anyaga van. Nagyon rugalmas, egy bordázott anyagú, de maga a fogása az annyira jó minőségű. Én erre egyáltalán nem számítottam, sajnálom, hogy több színből amúgy nem rendeltem. Belül pedig egy picit szűrös. Nem annyira, hogy atom meleged legyen benne, de nem is annyira, hogy fáz miatt, hanem egy enyhén picit szűrös, tehát ami azért nagyon jó, mert nem fogja irritálni a bőrödet, hogyha rajtad van. Ezt is már elképzeltem, idén belezúgtam a barnába, én, aki rüheltem a barnát amúgy. Több feketét is hordok, pedig rühellem a feketét, úgyhogy valószínűleg a szürke lesz a következő árnyalat, mert az az utolsó, amit mind a kettőnél jobban gyűlök, mert szerintem nekem nem áll jól. Én túl meleg árnyalatú vagyok a szürkéhez, de a barnába idén nagyon belezúgtam. Egyre több barna terméket szeretnék, főleg mert ez a nyaklánc meg ez a fülbőló tök jól megy a barna dolgokhoz, és nagyon tetszik magamon. Na mindegy. Úgyhogy ezt is már megvan, hogy mi mindennel fogom tudni hordani. Nagyon sok olyan terméket vettem 2021-ben, amihez tökéletesen jól fog menni, szoknyákat, nadrágokat, stb. Majd úgyis látjátok a felpróbálós résznél. És akkor jön az utolsó termék, aminél hát a brutálisan őszinte véleményeteket szeretném hallani, mert hogy lehet, hogy vissza fogom cserélni. Nem tudtam még eldönteni, haza akartam hozni, felpróbálni más-más módon is, hogy biztos, ami biztos. Ez egy szett, egy ilyen keki zöld színű szett, szoknyából és blazerből áll. A szoknya része az így néz ki, elől át van lapulva egymáson, van öve, meg ilyen kamu zsebe, az jól mutat rajtam, a szoknya az egy SS, az tetszik. A probléma a blazerrel van. Ez egy crop blazer, elől a cicinél így keresztbe át lehet kötni, és nagyon-nagyon jól néz ki, így tényleg ilyen képopos az egész. Viszont a probléma az, hogy ez egy XS-es, és úgy érzem, hogy kicsi. Mert hogy kibudjan a nem létező cicim. De összességében olyan jól mutat rajtam, de közben meg kicsit szűknek érzem. Úgyhogy majd most a felpróbálásban megpróbálom felvenni valami toppal, és arra rá, megmutatom így önmagában is, valami toppal is, hogy néz ki, hogy meggyőzzem magam, de szeretném, hogyha ti elmondanátok a brutálisan őszinte véleményeteket. A legnagyobb probléma viszont nem is teljesen azzal van, hogy szűk egy picit,
hanem azzal, hogy nem bírom felemelni a kezem. Tehát, hogy nem bírom felemelni a kezem. Viszont nem akarom csak a szoknyát megtartani, hanem ezt is szedbe szeretném vagy megtartani, vagy visszavinni. Úgyhogy erről majd így mondjatok már a véleményeteket, mert nem vagyok teljesen meggyőződve. Tudom, hogy az első női ösztönömre kellene hallgatnom, de közben meg annyira szeretném. De közben nem tökéletes. De közben olyan jól mutat. De közben nem vagyok benne biztos. Úgyhogy erről mindenképpen mondjatok el a véleményeteket odalent a komment szekcióban, és a többi outfitről is, hogy nektek melyik tetszett a legjobban. Most egy módot mutattam arra nektek, hogy én ezt hogyan hordám, de természetesen még millió van a fejemben, amit majd szeretnék egyszer, hogyha végre jön a tavasz, akkor felvenni és megmutatni nektek. Viszont igazából ennyi volt már ez a mai videó. Ha tetszett, akkor ne felejtsen feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!